Milyen tőzsdék érhetők el az eToro oldalon? Most erről fog szólni ez a kis videó. Ugye rengeteg tőzsde van, nyilván az amerikai piac az egy eléggé domináns szerepet tölt be ebbe, úgyhogy onnan azért el lehet érni néhány papírt, de Európából, illetve még néhány izgalmas helyről, úgyhogy ezt fogom most bemutatni nektek. Személy szerint az amerikai piacokat részesítem előnyben. Időnként kitekintek mondjuk néhány európai országra vagy papírra is, de meg kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi szűrési feltételeim alapján nagyon nehezen találok olyat, ami bekerülhetne a portfóliómba. Nem maradt más hátra, megnézzük akkor az adott felületet, és kiderül, hogy milyen ország részvényeit érhetjük el az oldalon. Üdv mindenkinek, András vagyok, és ez itt az Extreme Portfolio Creator csatornám. A broker oldalon itt a felfedező gombbal tudjuk indítani a keresést. Ha ezzel megvagyunk, akkor mint látható itt a menüben több megoldás is létezik arra, hogy hol költsük el a pénzünket, de most klasszikus módon maradunk a részvényeknél. Itt le lehet gördíteni egy ilyen kis listát, ami megmutatja nekünk, hogy hova szeretnénk a keresésünket tenni. Nem meglepő módon az amerikai tőzsdék kerülnek előtérbe. Elég szép számmal vannak európai piacok is. London, Párizs, Milánó, Frankfurt, Stockholm. Ami még így kicsit vicces, a portugál, ugyanis ott három részvény van összesen, ami elérhető. Egyébként maga a legördülő lista, ez kicsit váratlanul van, hát így rendszerezve. Elsőre logikátlannak tűnt, hogy miért így vannak, sem ABC sorrend, ugye nem lehet külön állítani. Aztán kiderült, hogy rémegyszerű a szituáció, ugyanis az első helyen az amerikai piacok dominálnak, mivel ott van a legtöbb elérhető papír. És így, ahogy megyünk lentebb ebben a kis listában, úgy szűkül az a paletta, ami elérhető, legalábbis ami a részvény számot illeti. De ezt mutatom mindjárt táblázatban, és akkor kiderül egyből, hogy miről is beszélek. Hát itt lesz a New York-i, a Nasdaq, csak a kettő összeadva több mint 2000 olyan vállalatot kínál számunkra befektetésre, ami ugye az amerikai piacokra fókuszál. Ezután következik a londoni, de az már jóval kevesebb, alig 300 alatti lesz ez az elérhetőség. Igazából nem nagyon szoktam használni ezt a felfedezést, meg így erre rászűrni, csak ezt ilyen érdekességként hoztam, ugyanis a legtöbb esetben azokat a papírokat, ugye egyrészt az amerikai piacról hozom, másrészt pedig alig volt olyan vállalat, amit ne találtam volna meg az eToron. Egyébként pont a napokban fordult ez elő, hogy lezártam az egyik pozíciómat, és azt bele akartam tenni az egyik vállalatba, és nem volt fent. Jó, hát egyébként egy ilyen kis vállalat, tehát hogy egy ilyen viszonylag alacsony kapitalizációval rendelkező cég, tehát ettől még az fent lehetett volna, de nem. Óriási mázli volt, hogy a következő, amit néztem, az már fent volt, úgyhogy csak ebben a keresősávban, hogyha beírjuk, a nagyon nagy eséllyel találunk olyan vállalatot, amiről egyébként nem is gondolnánk, hogy fent van. Ha érdekel az eToroval kapcsolatos tartalom, külön lejátszási listát tudok neked ajánlani. Ebben például megtalálsz olyanokat, hogy milyen engedélyekhez van kötve jelenleg az eToro itt Európában, vagy az osztalékfizetések napja a birtokolt részvényeidnél, mikor következnek be, hogyan vásárolhatsz részvényt az eToro oldalon, illetve hogyan lehet mondjuk eladni egy részvényt ugyancsak ezen a felületen. A lejátszási listának a linkje itt a leírásban fog szerepelni. Ha szeretnéd kipróbálni magát az oldalt, ezt természetesen díjmentesen egy demo számla formájában tudod megtenni, amiről szintén lesz egy videó. Ha kedvet kaptál az oldalhoz és szeretnél regisztrálni, akkor a személyes linkemen keresztül akár ezt meg is tudod tenni, bár egyikünk számára sem fog járni semmilyen extra juttatással, de jól néz ki. Köszönöm a figyelmet, jó kereskedést, jó befektetést, sziasztok!